Február 14-e és 16-a között rendezik meg a Szerelmesek hétvégéjét, melyhez kapcsolódóan több kiállító helyen összesen 20 programot kínálnak a látogatók számára. Az Erkel Ferenc Emlékházban például pénteken és szombaton egy élőzenével kísért előadást hallhatnak az érdeklődők Beethoven titkos szerelméről. A Gyulai Várban pedig az állandó programok mellett mézes kalács szívet díszíthetnek a látogatók, de lehetőséget biztosítanak arra is, hogy luttollal írják meg szerelmes leveleiket. Emellett korhű ruhát is magukra ölthetnek, valamint megkóstolhatják a régi korok szerelmi bájitalait is. A legtöbb programot az Almási Kastély biztosítja a látogatók számára. Ahogy a korábbi években, úgy idén is Szilágyi Sándor történész tárlatvezető tart előadást, ez alkalommal azonban a magyar történelem híres szerelmes párjairól, mint amilyen Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, valamint azokról a titkos viszonyokat folytató személyiségekről is beszél, akik valamilyen módon a kastélyhoz vagy a városhoz köthetőek. Vagy éppen például az, hogy az Erkel család hogyan kapcsolódott a Wenckheim családhoz, abban a szempontból, hogy például Wenckheim Ferenc, még gróf Wenckheim Ferenc természetesen Pozsonyban az Erkel család segítségét kért, hogy egy szerelmes szerenádot adjon elő a választottjának, akinek udvar volt, azért ez is egy érdekes történet, vagy például az, hogy a magyar nábob hogy találta meg a szerelmét, aki a harmadik volt a sorban, és ez is egy olyan szerelem volt, ami a konvenciókkal szembe ment. De akár például szót lehet ejteni a korszak celebjeiről, Petőfi Sándorról és Szendrei Júliáról, akik már önmagukban érdekes karakterek voltak, és az ő szerelmük nem akármilyen viharokkal teli volt, de nagyon-nagyon lángoló. Fábián Tamás kommunikációs vezető elárulta, a visszajáró vendégek számára is tartogat még újdonságokat az Almási Kastély, hiszen a különböző termekben, folyosókon a szerelem jeleit, jelképeit keresve egy újfajta kalandban lehet részük. A megyéből érkezők pedig a programsorozat időtartama alatt kedvezményesen látogathatják a kiállító tereket, árulta el. A viszonylagos, a idegenforgalom számára viszonylagosan holtnak tűnő idényben is nagyon jó számokat produkál hétvégenként. Ennek megfelelően egy magasabb látogató számmal készülünk természetesen, és ahogy említettem, a helyi, a Békés megyei látogatók nagyobb számában is bízunk. Ennek megfelelően indítottunk egyébként egy akciót is Békés megyeiek számára. A Békés megyei lakcímkártyával rendelkezők február végén, 29-ig az egyébként gyulaiakat megillető kedvezménnyel, tehát 50%-os jegyárakkal tudják megtekinteni a gyulai kiállítóhelyeket. Az Almási Kastélyba látogatók emellett a gyertyaöntést is kipróbálhatják, de kérhetnek szerelmi jóslatot is, valamint egy fotózáson is részt vehetnek majd, melyhez korhű ruhákat is biztosítanak számukra. Egy előzetes bejelentést követően pedig kipróbálhatják a szabaduló szobát is.